A Gergely naptárt 1582-ben 13. Gergely pápa vezette be. A naptárreformra azért volt szükség, hogy a húsvét dátuma közelebb essen a tavaszi napfordulóhoz, így az ünnepek 13 nappal korábbra kerültek. Az ortodox egyház viszont megtartotta a Krisztus után 46-ban bevezetett Julianus naptárt, ezért a Gergely naptár szerinti január 7-én van a pravoszláv karácsony. A pécsi Szent Andronikosz és Szent Júnia kápolnában ilyenkor magyarok, oroszok, ukránok, bolgárok és románok is együtt ünnepelnek a szerbekkel. Mi egy 6-7-es bőjtel készülünk erre a nagy eseményre, Krisztusnak a születésére, és aztán egyre inkább, ahogy közeledünk karácsony ünnepéhez, hangsúlyosabbá válik a Szent Családnak a példája. Karácsony előtti harmadik vasárnapon megünnepeljük a gyermekeket, utána második vasárnapon az édesanyákat, és az utolsó vasárnapon karácsony előtt pedig az édesapákat ünnepeljük, és ezzel próbáljuk a Szent Családnak a példáját a saját életünkbe, a saját családjainkba is megélni. Szenteste, azaz január 6-a az élet megújulásának örömét idézi. Ilyenkor vecsernyével és tűzgyújtással ünnepelnek, karácsony napja pedig csendes, családias hangulatú. A pravoszláv vallás hívei ilyenkor nem dolgoznak, a gyerekek is otthon maradnak, nem adnak és nem is kérnek kölcsön senkitől, sőt, vendégségbe sem ennek. A családunk nagy része katolikus, és ők december 24-én ünneplik a Szentestét, és ilyenkor együtt van a család, meglátogatjuk a rokonainkat, és ők az ő hagyományaikat is megtartjuk, ugye? És most pedig ez inkább egy ilyen lelki ünnep, ilyenkor néhány hívvel összegyűlünk, ugye? Van egy ebéd, ott megemlékezünk, és ilyenkor állítjuk a karácsonyfát. Az ortodox vallásúak új évnapját és vízkeresztet is 13 nappal később ünneplik. A keleti keresztényeknél január 19-ével zárul a karácsonyi ünnepkör, és kezdődik a farsangi időszak.